Csináljunk egy képet. Egy, kettő, cheese! Három. Ez az életünk. Ez az! A nagy pillanatok. Sorsák! A fontos események. Az emlékek. Szia szívem, hol vagy? Tanulok. Most mennem kell. Ó, csak egy kérdés. Szia, hogy sikerült a mai... dolgozat? Bocs, vártak rám. Mindegy, büszke vagyok rád. Anya is az lenne. Hagy üzenetet, vagy dobj egy SMS-t. Szia szívem. Csak gondoltam, megcsörgetlek, mert látom, hogy már nem vagy itthon. Ahó, Margó, itt megint apu. Miért nem vitted el a laptopodat? Mióta nem csetelsz a suliban? Nem érem el a lányomat. Várjunk, nem találja Margót? Ma nem jött suliba. Csak 9-ig tanultunk együtt. Azt mondta, egész éjjel tanultam. Nem, tuti, hogy 9-kor elment. Egy 16 éves lány eltűnése ügyében nyomoznak. Aki bármilyen információval rendelkezik, hívja a rendőrséget. Ha megtud valamit, azonnal szóljon nekem. Mondd, és nem beszélt neked valami szokatlan dologról? Nem vagyunk olyan jóban. De haverok vagytok. Fogjuk rá. Vannak barátai, ugye? Elég magának való. Nem nagyon dumál. Láttam, hogy egyedül ebédel. Csütörtökön? Minden nap. Hamarosan. Elég furcsa, hogy pár napja kivett 2500 dollárt. És hamis jogsit csináltatott. Nem értem ezt az egészet. Egyre több jel utal arra, hogy Margó megszökött. Ismerem a lányomat. Nem szökött meg. Csúcs ez a hely. Itt aztán tényleg ki lehet kapcsolni. Ez az ő kulcs tartója. Azt mondta, hogy megszökött! Elképesztően feszült thriller. Tegnap késő este találták meg a kocsit. 2500 dollár készpénzt hagytak benne. Itt valami nem stimmel. Hitchcocki magasságok. Az nem merült fel senkiben, hogy egy vadidegen csinálta? Ötletes és ütős. Maga most össze van zavarodva. Ne hazudj nekem! Maguknak próbálok segíteni, hogy megtalálják a lányomat. Nem kell a segítsége. Hol voltál aznap, amikor eltűnt a lányom? Keresés. Hamarosan a mozikban.